Három nagy évjárat van a tansolyunkban, de ugye ezeknek a komoly tételeknek azért idő kell, hogy ki tudják bontakoztatni az igazi tudásukat. Most, ha gyorsan végig gondolom, ugye Kadarkában már egy szép 18-ast fogunk kínálni a standon, illetve Szirában is, az alapsziránkban is már a 18-as évjáratot. Most fog debütálni majd a nagy kedvencünk, a szívünk csücske, a Szentahegyi dülőszelektált boraink közül, ugye a Kék Frankos és a Cabernet Franc, az most fog először a nagy közönség előtt a születi napokon bemutatkozni, illetve hát azért ott lesznek még a 16-os tételek is, ugye az országos aranyérmes bikavérünk, illetve a Regnum küvénk, ami az egyik zászlós hajó. Texár nem veszheti el a komoly, hosszú élettartalmú, struktúrált vörös borait, de ma már sokkal elegánsabb köntösbe kell ezt a fogyasztók asztalára tennünk. Ez azt jelenti, hogy jobban odafigyelünk a szép savakra, vibrálóbb, még fűszeresebb, talán még gyümölcsösebb karaktert jelenítünk meg a borainkba, amiben az új fahordó, illetve a cserzi anyagok csak finoman alá festenek, és nem akarják átvenni azt az értéket, ami azt gondolom, hogy a szexádi borvidék igazi értéke, az a fűszeres elegancia, amit nagyon kevés más borvidék tud a világon. Tavaly év végén, inkább az év elején sikerült ugye további 11 szobát megnyitnunk a konferencia termünk fölött, ami egy picit más stílus, ugyanúgy maradtunk a családias romantikánál, de egy picit más milliót tudunk nyújtani a vendégeknek, illetve most került átadásra nem olyan rég egy exekutív lakosztály, ami egy jacuzzi, egy kétfő jacuzzikáddal, egy olyan szoba, amit a legmagasabb igényű vendégeinket is ki fogják tudni elégíteni. Illetve hát ugye a konyhába is folyamatosan együtt dolgozunk a séfekkel. Én is, aki ugye sok borvacsorán jártam már, próbálom a tapasztalataimat beletenni, figyelve a vendégek igényeit. Azt nagyon jó látni, hogy egyre igényesebb vendégkör látogatja meg a kúriát. Hál' Istennek ugye ez a számokban, a statisztikákból is látszik. És ugye most már abban a finom hangolási fázisban vagyunk, amikor kimondottan a borainkhoz komponáljuk az ételeket. Néha már egy picit a fine dining-abb megjelenésbe is belemerészkedünk, de próbálunk azért a földön maradni, és egyre több helyi alapanyagot igyekszünk felhasználni.